A telefonnál Volner János, a Jobbik frakció vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Azt mondják önök tehát, hogy el kell menni október 2-án, részt kell venni a népszavazáson, és a nem választ kell választani, adni. Miért mondják ezt? A Jobbik mindig úgy gondolt a migrációs veszélyre, mint egy nagyon fontos nemzetstratégiai kérdésre, amikor nem a pártpolitikai érdekeket kell nézni, hanem a nemzet érdekét, és minden pártnak össze kell fogni annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni az országot. Akkor tehát önök nem tartják félreérthetőnek ezt a kérdést? Egyáltalán nem tartjuk félreérthetőnek. Nekünk az lenne a fontos, hogy ez a népszavazás, ha már ki lett írva, akkor eredményes legyen. Én sajnálattal látom azt, hogy erős pártpolitikai bélyeg, a Fidesz bélyege kerül rá a népszavazásra, és sajnos éppen miatt látom veszélyben forgónak a népszavazás eredményességét is, hiszen nagyon sok embert az elriasztat, hogy a kormány megpróbál sikerpropagandát csinálni egy olyan kérdésből, ami egyébként nem pártpolitika, hanem egy nagyon fontos nemzeti sors kérdés. És ön szerint mennyire orientálhatja a többi ellenzéki párt magatartása, akik bojkottot hirdetnek, a választókat? Meggyőződésem szerint nem túlzottan. Az embereknek van egy egészséges veszélyérzete a migrációval kapcsolatban. Az emberek félnek attól, hogy különböző a világ minden részéről összesereglett emberek Magyarországot esetleg elfoglalják, és meggyőződésem az, hogy nem pártpolitikai alapon nézik ezt a kérdést, hanem egyszerűen az önérdeküket fogják föl, és annak alapján fognak elmenni szavazni. És mit szól ahhoz az érveléshez, szintén az ön ellenzéki kollégái, akik bojkottot hirdettek október 2-ára, mit szól ahhoz az érveléshez, hogy itt valójában arról van szó, hogy a kormány ki akarja vezetni az Európai Unióból Magyarországot? Ugyan a kormány több tagja ezt tételesen, meg hát jogászok is tételesen cáfolták, hogy ez képtelenség, de ettől még az ellenzéki pártok egy jelentős része tántoríthatatlanul erről beszél a kérdést látva. Nem, de azért ez egy félreérthető megfogalmazás, hogy az én ellenzéki kollégáim, ezekben a kérdésekben mi a baloldallal soha nem voltunk egy állásponton. Az, hogy ők ilyen állításokat fogalmaznak meg, semmi egyebet nem jelent, mint hogy a Magyarországot a baloldal el szeretné árulni, akár azzal is, hogy beengedi a migránsokat hazánk területére. Szerintem ez egy rossz dolog, és meggyőződésem, hogy a magyar társadalom óriási egészséges többsége is hasonlóan gondolkodik erről a kérdésről. Nem szabad ebbe a dologba belemenni. Visszatérünk még a kollega kifejezésre, de még arra vagyok kíváncsi, hogy ön szerint, ha sikeres és eredményes lesz az október 2-ai népszavazás, akkor mi kell, hogy következzen utána? Egy törvénymódosítás, alkotmánymódosítás? Meggyőződése volt a Jobbiknak, hogy ezt a helyzetet nem egy népszavazási kampánnyal, hanem egy alkotmánymódosítással lehet orvosolni, hiszen annak van jogszabályok terén kötelező ereje. Mi ezt a javaslatot meg is tettük, és sajnálattal tapasztaltuk azt, hogy a Fidesz leszavazta. Ebből természetesen annak kell következnie, ha ez a népszavazás eredményes lesz, akkor módosítani kell az alaptörvényt úgy, ahogy a Jobbik szerette volna eredetileg is. És milyen hatása lesz mondjuk akkor ennek az elkészülő jogszabálynak, de egyáltalán nézhetjük önállóan azt, hogy magának a kvóta népszavazásnak, ha egyértelmű eredménye lesz, még ha nem is mennek el elegen, de egyértelmű lesz az egyik válasz sikere, akkor mennyire lehet az, hogy befolyásolja az Európai Unió politikáját ez a kérdés? Őszintén szóval ezt a kormány is tudja, hogy ez nem az Európai Unió politikáját befolyásolja elsősorban, hanem Magyarországon egy jól hangzó belpolitikai kampány. Gondoljon arra, hogy az egészségügy vagy az oktatás helyzetét nem tudta megjavítani a kormány. A kormány korrupciós ügyei naponta az ellenzéki sajtó címlapján vannak, ha erről a kormánypárti média nem is tudósít. És ezekből a kérdésekből úgy próbál elmenekülni a kormány, hogy egy dologgal foglalkozik, a migrációval, hiszen itt az embereknek van egy valódi veszélyérzete, ezt a veszélyérzetet fel lehet kelteni, ebből politikai tőkét lehet kovácsolni, és sajnos, még egyszer mondom, nem az egészségügyel, az oktatással vagy a korrupció felszámolásánál látunk nagy eredményeket, hanem egy ilyen egyértelműen politikai okokból folyó kampánynál. És hogy néz majd ki a Jobbik, tehát, ahogy megtudtuk, a részvételt támogató és a nem választ támogató kampánya?
Hát a Jobbik álláspontja teljesen egyértelmű, mi elutasítjuk az Európai Uniós kvótát, elutasítjuk azt, hogy az Európai Unió meg akarja mondani azt, hogy Magyarországon kikkel együtt éljünk. Természetes az, hogy ebben az esetben, ahogy már eddig is többször megtettük, arra szólítjuk fel a Jobbik szavazóit, menjenek el, és szavazzanak az uniós kvóta ellen. Szerintem ez egy egyértelmű nemzeti érdek. Na, visszatérve a kolléga kifejezésre, tehát összegyűjtötték ugye a levélben szavazás kiterjesztése kérdésében a rendkívüli parlamenti üléshez szükséges számú aláírásokat, és hát ott azért 22 MSZP-s képviselő aláírása is szerepel, önök 17-en írták alá ezt a kérést. Számít arra, hogy lesz rendkívüli ülés? Nagyon fontos lenne, hogy legyen, hiszen gondoljon bele, olyan egyenlőtlenséget hozott létre a Fidesz az alaptörvénnyel, hogy a például Erdélyben élő magyarok levélben szavazhatnak, ugyanakkor azok a magyarok, akik eleve magyar állampolgárnak születtek, csak elüldözte őket az Orbán kormány, vagy előtte a szocialista kormányok tehetségtelen gazdaságpolitikája, és jelenleg Nyugat-Európában dolgoznak, ők meg nem szavazhatnak levélben, sokszor több száz kilométerre vannak a legközelebbi szavazóponttól, például a Magyar Nagykövetségtől, ahol leadhatnák a szavazatukat. Ez egy egyértelmű egyenlőtlenség, amit a képviselő magyar úr, jogszabályok alapján ők is szavazhatnak kellene. Levélben, ők is szavazhatnak levélben, amennyiben elárulják a hatóságoknak, hogy az a lakcímük, ahol vannak életvitelszerűen. Hát az ember azért azt gondolja, hogy ahol a munkahely, éveken keresztül ott a lakcím. Ha ezt bevallják, akkor nyugodtan szavazhatnak levélben is akár. Láthatóan nem szavazhatnak levélben, és hogyha megnézi, hogy hány levélben érkező szavazat érkezett Nyugat-Európából, akkor jól látható az, hogy ez egy erősen korlátozó intézkedés. Nyilván ezért, mert a fiatal munkavállalók körében, főleg azoknál, akiket elüldöztek mondjuk a Fidesz gazdaságpolitikájával az országból, az Orbán kormánynak nem lenne többsége. És éppen ezért szeretnék föntartani ezt az igazságtalan diszkriminatív intézkedést. Igen, de itt lakcím alapján. Magyarokkal kapcsolatban. Lakcím alapján szól a különbségtétel, és ez kiállta minden nemzetközi fórum próbáját, ez a különbségtétel. Senki semmilyen kivetnivalót nem talált ebben a dologban. Ennél mi egyértelmű, mint hogy valakinek vagy lakcíme van Magyarországon, vagy nincs? Meggyőződésem az, hogy nagyon sokan kivetni valót találnak ebben, hogy minden nemzetközi fórum próbálat, nem járt meg minden nemzetközi fórumot ez a kérdés. Azt kell látni, hogy ha egyszer egy erdélyi magyar levélben leadhatja a szavazatát, akkor egy Londonba kimenekült gazdasági kivándorló ugyanúgy leadhassa, vagy egy Anglia, Németország, más nyugat-európai országokban élő polgár hasonló körülmények között kell, hogy szavazhasson. Ez így igazságos, így észszerű, nem nehéz ezt belátni. És a nagykövetségre nem lehet elmenni? Hát, ha egyszer több száz kilométerre lakik valaki a legközelebbi szavazóhelytől, el lehet menni nyilván, de a legtöbb embernél ez nagyon komoly nehézséget okoz, illetve egy sokkal-sokkal erősebb kényelmetlenséget, mint hogyha például levélben szavazhatna ő is, mint egy erdélyi magyar. Volner Jánost, a Jobbik frakció vezetőjét hallottuk, köszönjük, most pedig közlekedési információk jönnek.